Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Nem lehet eltörölni a honatyák speciális nyugdíját, erről döntött ma az Alkotmánybíróság. Ma egy képviselő vagy szenátori mandátumot betöltött személy honatjának a havi juttatása, a speciális nyugdíja elérheti akár a 15 ezer lejt is, még egy átlag romániainak a nyugdíja jelen pillanatban 1800 lejre tehető. A döntést úgy tűnik, hogy megpróbálják fellebbezni egyes politikai pártok, legalábbis már az elsődleges bejelentések alapján arra következtethetünk, hogy újabb törvényi utat keresnek arra, hogy hogyan lehet ezt a speciális nyugdíjtörvényt megváltoztatni. Több próbálkozás volt már erre a romániai parlamentben, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs jó jogi megoldás erre. Hogy hogyan bírja meg a román államkassa ezt a fajta óriási kiadást, és hogyan lehet megszüntetni ezt az óriási szakadékot a speciális nyugdíjak, illetve az átlag nyugdíjak között, erről is szó lesz majd itt a 24 pluszban. De műsorunk első felében egy nagyon fontos témáról beszélgetünk itt meghívottammal, hiszen azt láthatjuk, a háborúnak ugye nincs vége, és azt láthatjuk, hogy mindenféle eszközzel próbálják Oroszországot sakban tartani. Az Európai Unió immár egy hatodik szankciócsomaggal készül Oroszország ellen. Most a kőolajnak a teljes letiltása a fő pillére ennek a szankciócsomagnak. Hogy mennyire reális ez, és mennyire függ jelen pillanatban az Európai Unió, a tagállamok az orosz kőolajtól, ezt derítjük ki itt a következő beszélgetésünkben. Tartsanak velem tehát, és röviden bejátszásban mutatjuk első témán kiinduló pontját. Az Európai Unió által szerdán bejelentett Oroszország elleni hatodik szankciócsomag szerint rendezett módon fél éven belül kerülne teljes embargó alá az orosz kőolaj. Teljes importtilalom lesz majd minden orosz olajra, tengerire és csővezetékesre, nyersre és finomítottra egyaránt. Gondoskodni fogunk arról, hogy az orosz olajat rendezett módon fokozatosan kivonjuk a forgalomból oly módon, hogy magunknak és partnereinknek is alternatív ellátási útvonalakat biztosíthassunk, és a lehető legkisebbre csökkentsük a globális piacokra gyakorolt hatást. Ezért az orosz nyersolajszállítást 6 hónapon belül, a finomított termékek szállítását pedig az év végéig fokozatosan megszüntetjük. Ursula von der Leyen szlovák és magyar mentességről nem beszélt. Korábban az szerepelt a hírekben, hogy a két állam mentesül az embargó kötelezettség alól. Az intézkedést még a 27 tagállamnak is meg kell szavaznia. A szankciócsomag további intézkedései érintik a bucsai bűncselekményekkel vádolt magasrangú tisztek megbüntetését, akárcsak a Mariupoli ostrom felelőseiét, a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank SWIFT rendszerből való kizárását, illetve a 3 legnagyobb orosz rádióadó Európai Unióban való betiltását. És Arató Lászlót, a HVG uniós ügyekkel foglalkozó munkatársát köszöntöm itt, aki az interneten keresztül csatlakozott hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is mindenkinek! Arató úr, kezdjük azzal, hogy igen, a hatodik szankciócsomagra készülnek az Európai Unió tagállamai. Szükség van erre? Volt eddig reális eredménye ezeknek a szankcióknak? Ön hogy látja? Hát, hogy én hogy látom, az a kisebbik része a dolognak, de az Európai Bizottság biztos abban, akik ugye a javaslatot készítik, hogy ezeknek van értelmük, és azért is jobb rájuk támaszkodni, mint mondjuk rám, mert nekik vannak adataik arról, hogy például az orosz gazdaság ágazatonként milyen veszteségeket szenved, az orosz infláció milyen mértékeket ölt. Ennek tudják be azt is, hogy az orosz hadi ipar, az orosz háborús gépezet nem képes olyan szintre fölpörögni, hogy átütő eredményt tudjon elérni Ukrajnában. Tehát ugye nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy szankciók nélkül mennyi pénze lenne Oroszországnak arra, hogy folytassa a háborút. Azt viszont az európai közösség még a kezdet-kezdetén, tehát a háború kitörésének a napján elhatározta, hogy az ukránokat támogatni fogják, és az oroszokat pedig büntető intézkedésekkel sújtják. Ugye ezeknek a szankcióknak megvan a
maga forgatókönyve, az Európai Uniónak eléggé kiterjedt szankciós rendszere van szerte a világban. Most nyilván az oroszokkal szembeni a legerősebb, de hogy van egy menetrend, hogy mihez, milyen eszközökhöz nyúlnak, hol kezdik, és hát hogy hová jut el, azt most még ugye nehéz kijelenteni, de az biztos, hogy ilyen súlyú, ilyen szigorúságú szankciós intézkedést nem léptetett még életbe az Európai Unió senkivel sem, szemben sem, és ahogy mondom, ennek ugye még nem vagyunk a végén messze sem. Ugye most azt láthatjuk, hogy a legfőbb terv az újabb szankciócsomagban az a kőolaj embargóra vonatkozik, fél éven belül a nyersolajra, aztán egy éven belül pedig a finomított kőolajra is kiterjesztenék ezt az embargót. Ursula von der Leyen megjegyezte, hogy ugyan nem lesz ez egy egyszerű folyamat, és nem mindenki tudja ezt majd betartani. Hogyan értelmezzük ezt? Lesznek kivételek a tagállamok szintjén, akinek nem lesz kötelező majd ezt betartani? Azt kell látni, hogy ezzel a hatodik csomaggal egy fordulóponthoz jutott el az Európai Unió. Ez az a téma, amit ön is említett, a kőolaj, ami megosztja a tagállamokat, sokkal jobban megosztja, mint például az, hogy kit vagyunk el a szankciós listára, hány tévéadót tiltsunk be az Európai Unióba, melyik bankokat zárjuk ki a SWIFT rendszerből. Tehát ezekkel könnyen elboldogult az Európai Unió. Ez viszont egy olyan kérdés, amelyik húsba vágó, tehát ugye azt is kell látni, hogy a tagállamokat abszolút nem egyformán érinti ez az intézkedés, ez a tervezett intézkedés. Van olyan Európai Uniós állam, amelyik sokkal nagyobb mértékben ki van szolgáltatva az európai, az orosz gázvásárlásnak, az orosz olajvásárlásnak, és vannak olyan államok, amelyek vagy könnyebben meg tudják oldani, hogy ne vegyenek orosz olajat, vagy pedig sok eddig is kevesebbet vettek. És ugye még ezen belül is vannak töréspontok, mert hogy például a balti államok vagy Lengyelországban ez elvi kérdés. Tehát, hogyha az oroszoknak neki menjünk a szankciókkal, akkor csináljunk mindent egyszerre. Ez az ő hozzáállásuk, mert hogy ők komolyan, tehát fizikailag érzik fenyegetve magukat az oroszoktól a történelmi tapasztalatok okán. Úgyhogy tehát ebben a helyzetben nagyon nehéz közös nevezőt találni, olyan megoldást, amelyik minden államnak megfelel. Én azt látom most, hogy nincs is meg ez a megoldás. Azt mondja ön, hogy eddig sikerült egységesen és erősen fellépni az Európai Uniónak, de ez a hatodik csomag esetében egyfajta törést hozhat, és az egységes fellépés az kérdőjeleket von maga után? Igen, én már azt most lehet látni, ugye ma délután a magyar miniszterelnök elküldött egy levelet Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben azt mondta, hogy így ebben a formában ez nem megy, ezt így nem fogja Magyarország támogatni, ugye a tagállamoknak egyhangúan kell minden szankciós intézkedést támogatni. Eddig szó volt arról, hogy esetleg Magyarország és Szlovákia, két nagyon kitett állam kaphat halasztást, itt is az évekkel volt mindenféle totózás, hogy ez most mennyi lehet, egy év, öt év, három év, mindenféle számokat hallottam. Én is, tehát hogy meddig, milyen időn belül nem kell alkalmazni ezeknek az országoknak ezt a szankciót. Aztán jöttek a csehek, akik azt mondták, hogy na hát, ha ők, akkor mi is. Szóval elindult egy ilyen alku folyamat, tehát bárhol tartott, mondjuk ez a levél, ez fölülírta mindezt, tehát most úgy néz ki, hogy egy ország biztosan van, amelyik a jelenlegi formájában nem támogatja ezt. Tehát ebben a helyzetben most, tehát ezt nem tudjuk, hogy egy holnap igaz lesz-e, azt lehet mondani, hogy a 27 ország közül egy a mostani formájában nem támogatja az embargót, 26 ha támogatja, akkor van olyan megoldás, hogy az egy kapjon mentességet, tehát a tagállamok így döntetek, akkor ezt meg lehet csinálni két tagállamra is, de kérdés, hogy ez milyen politikai ütközéseket fog hozni. Ön szerint mennyi idő kell ahhoz, hogy megegyezzenek a tagállamok, vagy lát-e arra lehetőséget, hogy egyesség szülessen, hogy igen, bizonyos tagállamoknak a maximális függőségük miatt mentességet adjanak, és bizonyos tagállamoknak nem, aki esetleg könnyebben meg tudja oldani az olaj beszerzését más területekről akár? Én két utat látok most. Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy a hétvégén megegyezés lesz, a hétvégén el fog dőlni ez a kérdés, mert hogy a tagállamok nagy többsége szeretné. Vagy sikerül egy olyan kompenzációs mechanizmus felajánlani ezeknek az országoknak, amiről egyébként már szó van, hogy
megfelelő módon tudják őket kárpótolni, tehát ezt lehet vegyíteni egy hosszabb átmenettel, lehet vegyíteni azzal, hogy plusz támogatást kapjanak ezek az országok, lehet azzal is vegyíteni, hogy más országok adjanak át a saját készleteikből, ezekről mind szó van, vagy pedig az történik, hogy ezeket az országokat, egy-két-három országot kivéve a rendelet hatálya alól. Ugye, hogyha ha azt maradunk a sarkos megoldásnál, és hogy akkor vétó, és akkor nincs semmi, akkor ennek a szankciónak nem lesz hatása, mert hogy nem lesz szankció. Ha pedig abban maradunk, hogy mondjuk amit a tagállamoknak a 90%-a akar, hogy ők nem vesznek orosz olajat, akkor viszont ennek az egész szankciós intézkedésnek a 90%-a az hatékony lesz, tehát akkor lesz büntető intézkedés Oroszországgal szemben, kivétel ez alól egy-két állam, de hogy akkor az orosz gazdaságon tudnak, és a hadigépezeten tudnak egyet ütni a tagállamok, mert a cél ez volna. Hogy ezt milyen úton sikerül elérni, az a kérdés. Egy ilyen kőolajembargónak ugye nem csak az orosz gazdaságra nézve van hatása, hanem igenis az Európai Unió összes tagállam gazdaságára nézve van hatása. Ezt már is lehetett érezni a tegnapi bejelentést követően, nagyon megugrott a kőolajára. Számol azzal az Európai Unió, illetve az Európai Parlament és a tagállamok is, hogy akár egy ilyen kőolajembargó az ő gazdaságukra nézve milyen következményekkel járhat, hiszen ugye az elmúlt hónapokban, amióta háborús helyzet van, minden tagállam gazdasága az energia árak piacán megérezte azt a fajta növekedést, ami igenis nagyon negatívan érintette a gazdasági működést és a távlati céloknak az úton való haladását. Valóban a szankciók miatt nyilván egész Európában, Nyugat-Európában is érződnek a drágulások, az energiárak mennek fel, ez tény. A tagállami kormányoknak a felelőssége az, hogy felmérjék azt, és az Európai Uniónak is, mint közösségnek, hogy ezek a szankciók, ezek a közösségen belül mekkora szimpátiát szereznek. Tehát nem fordul-e át a dolog, és nem mondják-e azt az emberek, hogy oké, ezt most már nem bírjuk tolerálni, mert ez nekünk nagyon sokba kerül, és akkor eláll a társadalmi támogatottság, eltűnik a szankciók mögül. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy idáig ne jussanak el ezek az intézkedések, ne legyen ilyen hatása a társadalmakban, tehát ezért vannak másrészt azok a törekvések, hogy akik az árdrágulás miatt, energiádrágulás miatt hátrány szenvednek, azokat kompenzálják minden tagállamban. A másik dolog, ami már tart hosszabb ideje, a hosszabb idő az mondjuk fél év, az, és mondjuk az utóbbi pár hónapban nagyon felgyorsult, az, hogy minden tagállam igyekszik alternatív forrásokról gondoskodni. Ezeknek konkrét jelei vannak, tehát például Olaszország múlt héten kötött 3 nagy szerződést afrikai országokkal, Görögországban kedden adtak át egy nagy úszó LNG terminált, tehát azért azt látni kell, hogy amerikaiakkal van egy nagy megállapodás, amely az orosz energiaimportnak kb. 1/3-át fedezi majd pár év múlva. Tehát vannak törekvések és vannak eredmények is ezen a téren. Itt nem az a kérdés, hogy mi lesz 5 év múlva, azt nyilván nagyon nehéz megmondani, most meg függ a háborútól is, itt az a kérdés, hogy mi lesz ebben az évben, vagy ennek az évnek a végén, tehát a konkrét tervezésnek erre az időszakra kellene szólni. És ha már háborúról és az Európai Unióról is beszéltünk, akkor mindenképp rá kell kérdeznem arra, hogy milyen irányba halad az a csatlakozási kérelem, amit Ukrajna is, illetve Moldova is megfogalmazott, amióta kitört a háború, ugye, az Európai Unió irányába. Ismételten napirenden volt ez a téma, hogyha jól tudom, és igenis nyitottak a felek, az Európai Unió tagállamai többen is jelezték, hogy nyitottak arra, hogy a csatlakozási tárgyalás lehetőség igazából terepet adjanak. Ön hogy látja ezt a helyzetet most? Hogyha valamiféle menetrendet próbálunk felállítani, most ugye ott tartunk, hogy az első ívet megkapták az országok, és vissza a két ország, és vissza is küldték az Európai Bizottságnak. Ez alapján fog tudni majd a bizottság elkészíteni egy ajánlást a tagállamok felé, akik döntenek arról, hogy a csatlakozni akaró országok tagjelöltek legyenek-e. Tehát a tagjelölti státusz a következő lépés, amire a júniusi EU csúcson
van esély, tehát hogyha tagállamok mindegyike úgy dönt, hogy jöhet, lehetnek tagjelöltek, ez még nem tagságot jelent, viszont megnyílnak előcsatlakozási alapok, különböző források, és el kell kezdeni dolgozni a csatlakozási feltételek teljesítésén, ami viszont egy nagyon hosszas folyamat. Azt én kizártnak tartom, hogy amíg háború van, addig Ukrajnának esélye lenne arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. Egyszerűen azért, mert olyan feltételeket hozna az EU-ba, amit az EU nem fog vállalni, ezt ki is mondták már nyugat-európai tagállamoknak a vezetői. Az ukránokat támogatni kell, el kell készíteni egy újjáépítési tervet Ukrajna számára, és ennek egyik eleme, egyik része a csatlakozási felkészülési folyamat, ami, hát ugye vannak tagjelölt országok most is szép számmal, van olyan ország, amelyik már 10 éve várakozik arra, hogy akár tagjelölt legyen, van olyan, akivel már kezdődnek a tárgyalások, de nem látszik a vége, van amelyik tagjelölt, de még el se kezdődtek a tárgyalások, tehát azt is figyelembe kell venni, és itt a balkáni országokról beszélünk, hogy azért nekik is kell mondani valamit, akik szintén törekednek az Európai Unió felé, és tesznek is érte, de hát nyilván az ukrán helyzet az abszolút speciális ebből a szempontból, de amíg háború van, addig a kár elhárítás, az életek mentése, az lehet az Európai Uniónak a legfőbb küldetése. Arató Lászlónak köszönöm, hogy itt volt ma este velünk, és egy kicsit átláthatóbbá tette ezt a kusza helyzetet. Köszönöm, további szép estét. Örülök, ha sikerült. Köszönöm szépen. Köszönöm. És egy újabb témával folytattuk, ahogy ígértem, hazai vizekre elvezünk, speciális nyugdíjak kérdéséről lesz szó. Rövid bejátszásban mutatunk a részleteket. Hiába valónak bizonyul a külön nyugdíjak eltörlését célzó minden próbálkozás. Hiába a nagy társadalmi felháborodás amiatt, hogy egyes kivételezett társadalmi kategóriáknak a közemberek számára elképzelhetetlenül magas nyugdíját gyakorlatilag előbbi adójából fizetik. Noha a legfelsőbb jogalkotó fórum a parlament elsöprő többséggel 357 igen szavazattal elfogadott törvénnyel szüntette meg a méltánytalanságot, a jogszabályt az Alkotmánybíróság, amelynek tagjai szintén részesülnek külön nyugdíjban, szavazat többséggel alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A jogszabály ellen több mint 71 kori képviselő és szenátor emelt bíróságon panaszt. Az alkotmányossági kifogást az Arad, Fehér, Beszterce-Naszód, Kolozs, Hunyad, Jálomicá, Ilfov, Máramaros, Szilágy, Szucsáva és Temes megyei törvényszék, illetve a temesvári ítélőtábla nyújtották be. Hajdu Gábor, Hargita megyei RMDSZ-es képviselő van itt velünk, az interneten keresztül csatlakozott. Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok önnek és a hallgatóknak is! Itt ugye láthattuk a rövid összefoglalónkban is, hogy nagy volt az ellenreakció már a tavaly, amikor elfogadták azt a törvényt, hogy a volt képviselők és szenátorok számára eltörölték ezt a speciális nyugdíj lehetőséget. Most az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy igen, ez nem volt jogszerű, és úgymond mindent vissza. Ez a döntés azt jelenti, ugye, hogy az elmúlt 15 hónapra visszamenőleg a román államkasszából ki kell fizetni ennek a 820 volt képviselőnek és szenátornak ezt a speciális nyugdíj juttatást. Mindenféleképpen egy alkotmányellenes törvénynek nem lehetnek következményei, és az ítéletek, aminek során felhozták az alkotmányossági kifogást, ezt a kérdést így fogják rendezni. Képviselő, itt a nyugdíjtörvény, illetve a speciális nyugdíjtörvény kérdése évek óta napirenden van a román törvényhozásban, és minden párt igazából valamilyen formában bejelentette, hogy elkötelezett annak érdekében, hogy ezt a törvényt módosítsák, megszüntessék, de valamiért mégsem sikerült. Nincs rá kellő politikai akarat, vagy valóban olyan nehéz, jogi csavaros ez a törvény, hogy nem lehet rá helyes jogi megoldást találni. Muszáj ezt a kérdést így feltennem, hiszen ha csak végignézzük a híranyagokat a speciális nyugdíjtörvény módosításáról, akkor elvesztődünk a részletekbe, és nem is értjük, hogy miért van ez. Amennyiben valóban akarunk egy helyzetre megoldást találni, úgy megoldást is fogunk találni. És ezzel vissza is térnék 2021. februárjára, amikor a parlament elfogadta ezt a 7/2021-es törvényt,
amivel a volt parlamenterek különleges illetményét, nyugdíját érvénytelenítette a parlament. És ekkor az RMDS volt az egyetlen, amely kijelentette, hogy nem ez lesz a járható út tartalmi és eljárási kérdések miatt, és ezt a kérdést nem így kellene kezelni. Azt is megjegyezném, hogy ezen speciális nyugdíjak, amiről ma beszélünk, azok az össz speciális nyugdíj halmaznak, mint egy 1,3%-át teszik ki. És tudjuk azt, hogy az a megoldás, ami egy probléma 99%-át érintetlenül hagyja, és nem kezeli, az nem megoldás, az legfennebb csak a látszat fenntartásáról szól. És ezt mi elmondtuk és fenntartottuk a román parlamentben, akkor 2021. februárjában, és azt kértük azon az ülésen, hogy az összes speciális nyugdíjra dolgozzunk ki egy törvényes és alkotmányosnak mondható megoldást. Sajnos nem ez volt a helyzet, ugyanis az akkori koalíciós partnerek, a Szociáldemokrata Párt, a PESZEDE és az USZERE, azok egy népszerűségi versenyben voltak, hamar-hamar alapján gyorsan kiki benyújtotta a saját törvényét, ami, mint az előbb említettem, csak a probléma egy igencsak kis százalékát, 1,3%-át kezelte volna. Figyelmen kívül hagyták a józan véleményeket, nem nyitottak útat a vitának, és elfogadtak együtt egy olyan törvényt, ami lám-lám most alkotmány ellenesnek bizonyult, azaz alkalmazhatatlannak. A képviselő, hogy említette, ugye a tavaly az RMDS nem szavazta meg ezt a tervezetet, mondván, hogy egy látszatintézkedés és demagógia. Csak azt a tervezetet támogatják, amellyel minden nemű speciális nyugdíj, minden kategória számára igazából megoldja ezt a problémát, ezt az óriási szakadékot. De hogy az elmúlt egy évben, igazából több mint egy évben, az RMDS is tagja ennek a kormánynak, kormánykoalíciós pártként, partnerként van ott. Tettek-e lépéseket annak érdekében, hogy ez a speciális nyugdíjtörvény valamilyen irányba úgymond tartson? Tehát, hogy igen, minden kategória számára legyen egyfajta eltörlése ennek a jelenlegi intézkedési sornak és ezeknek az összegeknek, hiszen az összegek miatt, ahogy ön is fogalmazott, ugye nem túl népszerű az, hogy bizonyos politikusok, illetve politikai pártok nem akarják teljes egészében eltörülni ezt. Nézze, a nagy román politikai pártok miután elfogadták ezt az intézkedést, minthogyha el is felejtették volna reál értékben a megoldás keresését. Mi tartottunk fenn, az RMDS tartotta fenn ezt a témát, a mai kormánypártok közül is. Mi beszéltünk róla a reál értékben, és reál értékben azt kértük, hogy mindazon különleges kategóriák, amik a speciális nyugdíjak 99%-át zsebre teszik, az adófizető polgárok részéről, veszítsék el ezen különleges intézményeket, és térjünk egy olyan méltányos rendszerre rá, ami a kontributivitás elvén, a hozzájárulás elvén alapul. Nos, említenem sem kell, hogy a politikai környezet különböző változásai ezt a tematikát is meghatározták, hiszen az azóta eltelt, mint egy év és 2-3 hónapban már a második kormány van, átmentünk egy energetikai problémába, energetikai válságba, ami egy gazdasági válságba fog átívelni, egy háborús helyzetbe, és mindezen kérdések elvonták, úgy látom, a figyelmet. És hiányzott azon politikai stabilitás, ami kielégítő módon kezelte volna, úgy, ahogy mi is szerettük volna ezt a kérdést.
Képviselő, az országos helyreállítási tervben egyfajta vállalása is Romániának az, hogy a nyugdíjrendszert átalakítja, és a méltányosság alapján határozza meg igazából a nyugdíjpontnak az értékét is, illetve ugye ezt a nagyfokú szakadékot megszünteti. Mit lehet ma tudni ennek a nyugdíjrendszernek az átalakítási folyamatairól? Ez például, ez a folyamat megszüntetheti-e, elvezethet-e oda, hogy a speciális nyugdíjakat valóban, ahogy ön is fogalmazott, a hozzájárulás alapján, méltányos elv alapján számolják ki, és nyilván kapják meg a juttatásaikat azok a személyek, akik különböző intézményekben vezetőként dolgoztak? Persze. Egy valóban végigvitt nyugdíjreform ezt a kérdést rendezni tudja. De csak akkor, hogyha kielégítő módon tárgyalunk erről reálértékben, mind a parlamenten, mind a kormányon belül a koalíció résztvevői. Hiszen, ha megnézzük az Alkotmánybíróság mai közleményét, ezt kifogásolták tulajdonképpen, hogy nem ment végbe egy parlamenti tárgyalás. Nos, visszatérve, én azt gondolom, hogy mindezen próbálkozások után nyugtázhatjuk, hogy itt jogi problémák, alkotmányossági problémák is vannak, amiket nem fogunk tudni politikai nyilatkozatokkal áthidalni. Így lehetséges, hogy egy alkotmányossági megoldás is szükséges lenne, ahhoz, hogy ezen nyugdíjakkal foglalkozzunk, persze kellene a valós politikai akarat is. Azon kategóriák, amelyek a nyugdíjak, a speciális nyugdíjak 99%-át teszik ki, nem az RMDS-en keresztül tartják fenn ezen rendszert továbbra is, azt elmondhatom önnek, és gondolom, hogy a tévénézők is egyetértenek velünk, hiszen a volt katonatisztek, a volt bírák, rendőrök, titkosszolgálatosok, azok hát nem az erdélyi magyar közösség tagjai közül kerülnek ki nagy részt, ugye? Képviselő úr, itt a politikai akaratot említve, ugye új kormány van, ahogy ön is mondta, több változás volt az elmúlt 2 évben ilyen szintéren is Romániában, de most van egy új kormány, aminek úgy tűnik, hogy mindhárom alkotó párt főeleme elkötelezett amellett, legalábbis a mai nyilatkozatok alapján, és ahogy itt ön is elmondja az RMDS álláspontját, hogy igen, ezt a speciális nyugdíjtörvényt át kell alakítani, mindenképp a méltányosság elve alapján. Hogyha van egy ilyen politikai akarat, akkor ön ennek tükrében lát reális lehetőséget, esélyt arra, hogy ez a kérdés ebben az átfogó nyugdíjcsomag reformban is megoldásra találjon minél hamarabb, akár idén? Látok erre lehetőséget, és mi akarjuk ezt a lehetőséget. Vissza kell térjünk egy kicsit a mai alkotmánybírósági közleményre. Mint láthatja, a hivatalos közlönyben még nem jelent meg az Alkotmánybíróság megindokolt döntése. Nos, ezt először is kell lássuk, és pontosan kell látnunk, hogy mit kifogásolt az Alkotmánybíróság, hiszen a parlamentnek vissza kell térni, vagy lehetősége van visszatérni erre a törvényben, és a kiközlés után, mintegy 45 napon belül megpróbálhatja a parlament orvosolni az alkotmányossági kifogásokat. De persze látnunk kell a ma meghozott döntésnek az indoklását, és azt csak akkor fogjuk ugye látni, amikor a hivatalos közlönyben megjelenik az. Utána tudunk rátérni ennek a törvénynek a rendezésére, persze mindaddig a felek nyugodtan foglalkozhatnak egy reál értékű nyugdíjreform munkás lépéseivel, kidolgozásával, és talán az fogja meghozni az áttörő megoldást. Képviselő, még egy kérdésre van időnk, sokan felteszik magukba ezt a kérdést, hogy Románia, illetve a román gazdaság és államkasszáról azt hallottuk az elmúlt időszakban, hogy egy gazdasági válság szélén áll, küszöbén áll, és ugye ma hallunk egy olyan számot, ami azt mondja egyes becslések szerint, hogy a hunatjáink speciális nyugdíjára havi 1 millió eurót költenek a román államkasszából. Szóval az a kérdés, hogy
mindenre miből van reális fedezet, hogyan lehet ezeket kifizetni, és hogy reális ez az összeg? Elképzelhető, hogy reális ez az összeg, elképzelhető, egy kicsivel nagyobb, egy kicsivel kevesebb. Egy magánember lehetőségéhez, a mi lehetőségeinkhez képest egy 1 millió eurós összeg, az egy igencsak nagy összeg. Az államkasszának a mértékéhez képest 1 millió euró, amit ön említett havonta, az, mint tudjuk, egy elenyésző összeg. Én azt gondolom, hogy a társadalmi problémákra egy valós nyugdíjreform biztos, hogy egy részére megoldást tud hozni, de most egy olyan probléma halmazzal szembesülünk 2022 elején, ami az energetikától kezdve a gázzal való ellátásig szinte minden kérdést felvet, úgyhogy szinte minden fronton kell harcoljunk azért, hogy valahogy szinten tartsuk a román gazdaságot, és persze az államkasszát is. Ez egy nagy kihívás az idei évre mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk. Én köszönöm. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak ma este itt a 24 pluszban. Holnap is várjuk önöket, hiszen külön kiadással jelentkezünk este 8 órától. További szép estét, a viszontlátásra!